Sziasztok, üdvözöllek titeket itt egy újabb videóban. Itt a tavasz, március van, és azt találtam ki, hogy szeretnék a hörcsögöknek bevinni néhány fűfélét, ugyanis képzeljétek el, hogyha ideig esetleg nem tudtátok, hogy a hörcsögök ehetnek elég sok mindent, ami így a szabad téren megterem, fűféle. Szóval most ezekből fogok választani, illetve megmutatom nektek, hogy mik azok, amiket ehetnek, illetve ezekből néhányat, nem az összes fajtát, mivel nem biztos, hogy mindent találni fogok itt. Viszont van egy csomó olyan is, amit nem ehetnek, úgyhogy majd erre is ki fogunk térni. Ebben a videóban arról fogunk beszélni, hogy honnét érdemes ezeket begyűjteni, és mi ez a néhány dolog, amit én oda fogok adni most a hörcsögöknek, illetve amolyan első reakcióként fogják ezt megkapni, mivel ugyan még elég fiatal hörcsögök, most az első tavasz, hogy ők ilyet tudnak kapni, úgyhogy meglátjuk majd, hogy mennyire ízlik nekik, ezt is majd a videó végén tudjátok megnézni. Gyertek velem és gyűjtsünk be növényeket! Még mielőtt összegyűjtenénk ezeket a fűféléket, beszéljünk egy kicsit arról, hogy honnét érdemes ezeket begyűjteni, ugyanis nem mindegy, mivel nem mindegy, hogy tiszta helyről szeditek-e, vagy szennyezett helyről. Például forgalmas utak mentén, vagy olyan helyeken, ahol sok kutya sétál, sok állat van, ott nem javaslom, hogy gyűjtsetek ilyen fűféléket, hiszen az szennyezett. Én azt mondom, hogy olyan helyet választatok, ahova például kutyák nem mehetnek be, például olyan parkokba, vagy esetleg a saját kertetekbe tudjátok ezeket összegyűjteni, illetve mezőkről, vagy erdőszélekről. Természetesen ott is azért megnézve, hogy mennyi kutya sétál, vagy mennyire forgalmas az az útszakasz, de igazából ez tényleg egészen egyszerű, nektek kell eldönteni, hogy tiszta helyről gyűjtsétek be ezt az egészet. Most pedig menjünk, mivel én most itt vagyok egy olyan parkba, ahol nem tudnak bejönni kutyusok, szóval ez itt azt mondom, hogy nagyon jó hely, és itt rengeteg olyan zöld növény van, amit be tudok gyűjteni. Továbbá az is fontos, hogy olyan helyről gyűjtsétek ezeket be, ahol nincsen permetezve vagy lekezelve semmi. Fűfélék közül elég sok adható a hörcsögnek, úgyhogy ezekből fogok összegyűjteni néhányat, például tyúkhort, lóherét, pittypangot, illetve majd még látom, hogy miket találok. Továbbá szeretnék ibolyát is gyűjteni, illetve margarétát is, mivel azt is fogyasztatnak a hörcsögök. Van elég sok olyan fűszernövény is egyébként, amit ehetnek a hörcsögök, ezt viszont majd egy legközelebbi videóban fogjuk megnézni, illetve megkóstoltatni is velük, ebben a videóban inkább csak a fűfélékről lesz szó. Meg is indulok begyűjteni ezeket a növényeket, képzeljétek el, hogy 22 fok van, és meg tudnék pusztulni ebbe a fekete pulcsiba, úgyhogy lehet lassan le is kell vennem. Elég sok mindent sikerült gyűjtenem a hörcsögök számára, nagyon kíváncsi vagyok, hogy este mit fognak hozzászólni, és hogy mennyire fogják szeretni ezeket a növényeket, mert még soha nem ettek ilyet. Ilyenkor tavasz elején a legjobb szerintem ezeket a növényeket kipróbálni, tehát odaadni nekik, mivel ilyenkor még annyira friss minden, és annyira zsenge, hogy szerintem ilyenkor van a legjobb íze. Vagyis hát gondolom. Természetesen, mielőtt ilyen növényeket szeretnétek adni a hörcsögöknek, mindenképp tájékozódjatok arról, hogy ehető zöldségeket, illetve növényeket választottatok-e, vagy nem, mivel rengeteg olyan növény van, ami mérgező a hörcsögök számára,
Ilyen például az aranyeső, a bodza vagy az orgona, ezeket nem szabad odaadni nekik. Ebben a gyűjtögetésben pedig szerintem az is tök jó, hogy addig szabad levegőn vagy, és egy kicsit tudsz levegőzni, kikapcsolni, illetve keresgélni. Én például imádom ezt csinálni, és ez a legjobb, amikor látom, hogy a hörcsögök mennyire örülnek egy-egy újdonságnak, ha bár nem mindig szeretik. Hazaértem, itt van a szajré, amit összegyűjtöttem. Most már olyan este 9 óra van, és lassan talán kelnek a hörcsögök is, úgyhogy most szét fogom válogatni, lehozom a tányérjukat, és meg fogják kapni nem sokára ezeket, amiket gyűjtöttem a videóban. Mindjárt szét is válogatom. Erre amúgy számíthattam volna, de becsukódtak ezek a virágok sajnos, úgyhogy nem fog olyan jól kinézni. Itt van a kettő kis tányér, tettem mindegyikre mindenfélét, úgyhogy most megvárjuk, míg felkelnek a hörcsögök, és meglátjuk, hogy mennyire szeretik. Az első hörcsög, aki megkapja, az Lulu lesz, mivel éppen most kell fel, úgyhogy meg tudjuk nézni, hogy mennyire szereti. Vajon ide berakjuk neki. Szia, Lulu! Szia, Lucy! Innen nézzük a reakciót. Mit szól ehhez a kajához? Ilyet még soha nem ettek. Na, a tyúkhór. Tyúkhór egyelőre nyert. Ez jó lesz. Ez finom. Na, nézzük a többit. Fő. Vagy mit fogsz kóstolni? Ön édes arca van. Pofika. Kíváncsi vagyok, a virágokat megkóstolja. Ibolyát. Na, nézzük, mit kóstolsz. Azt a... Lefagyott. Lefagyott a hörcsög. Úgy tűnik, mégiscsak rástartolt itt mindenre. Jöttem Nudlihoz, ő hozzá is berakjuk, bár ő még amúgy alszik, vagy nem tudom, hogy hol van. Nudli konkrétan egy ilyen kakigyárat épített, úgyhogy ezt minél hamarabb ki kell szednem innét. Gyere, ide néz! Ide néz, Nudli! Látjátok, hogy milyen sokat nőtt már? És kivettem a kereket, mert ki kell takarítanom azt a területet ott. Na, megy megnézni, hogy mit kap. Azt nézd meg ott, Nudli! Na, neked szerintem jobban fog ízleni ez. Na, Nudli! Na, Nudli, lelép. Hova mész? Most nem érti, hogy hova tűnt a kerék. Hát nem, édes Pufi. Ezt nem kóstolod meg?
Közben kérem szépen, itt megkezdődött már a sport is. Ez a videó ennyi lett volna. Köszönöm, ha itt voltatok és ha végignéztétek. Remélem, hogy tetszett nektek. Ha igen, akkor gyertek, iratkozzatok fel, és találkozni fogunk majd egy következő videóban nem sokára. Addig is, sziasztok!